Március végén Katarban harcolta ki az olimpiai szereplés jogát Majoros Bence, aki jelen állás szerint a gyalogló Helebrant Mátéval kettesben képviseli majd Szabolcs-Szatmár Bereg megyét Tokióban. A nyírbátori asztali teniszező 8. magyarként állhat asztalhoz a királyszámnak számító férfi egyesben az ötkarikás játékokon. Bence kihagyta az elmúlt heti varsói egyéni Európa-bajnokságot, a következő hetekben pedig Budapesten, illetve a németországi Offenhausenben igyekszik majd a lehető legjobb formába kerülni az olimpia rajtjára. Feldolgoztam, hogy igazából milyen jelentőséget bíró dolog ez. Most már sokkal inkább a célokra és azokra a dolgokra fókuszálok, amire nekem fókuszálnom kell, és tényleg a fejlődést helyezem a középpontba. Igyekszem a lehető legjobb állapotomban oda menni az olimpiára is, és megpróbálom magamból kihozni a legtöbbet. Aztán, hogy ez mire lesz elég, azt nem tudjuk, de hogyha tényleg egy olyan állapotba érkezek, ami jó állapot, és kihoztam magamból a maximumot, akkor mindenképpen egy sikeres olimpiára fogom majd tudni beszélni. A szövetség elnöke Nátrán Roland pontszerző helyezéseket vár a népes magyar asztali tenisz küldöttségtől. Minden idők legnagyobb magyar asztali tenisz delegációja fog Tokióba érkezni. A lehetséges, összesen egy ország által lehetségesen megszerezhető 7 olimpiai kvótából 5-öt megszerzett a magyar csapat. A női csapatkvóta, a női 2 egyéni kvóta mellett vegyes páros kvóta és Majoros Bence egyéni férfi kvótája az, amely ezt az 5-ös számot kiadja. És mindemellett jegyzem meg, hogy 5 paralimpiai kvótát is szereztünk már. Az elvárások tekintetében nagyon bízom benne, hogy minden idők legnagyobb olimpiai asztali tenisz delegációja minden idők legjobb eredményével fog hazatérni. Ez nem kicsi elvárás, hiszen olimpiai 4. helyezettünk is van, ugye a női párosunk személyében. Ez azt jelenteni, hogy 2 egységünk is pontszerző helyen végez az olimpián. Ha ez így alakulna, az egy fantasztikus eredmény lenne. Nagyon sok múlik természetesen a sorsoláson, és természetesen a forma időzítés, ami a sportban mindig fontos, de e tekintetben én optimista vagyok. A nyírbátoriakhoz kapcsolódó hír, hogy az egy ideje sérüléssel bajlódó Tölgyes Dorottya 1 év ausztriai szereplés után tanulmányi okok miatt visszatér nevelő egyesületéhez. Nagyon-nagyon keveset tudtam sajnos edzeni, most kezdek igazából úgy visszaállni, de szerencsére amúgy még az utóbbi hónapokban is elég jó eredményekkel tudtam zárni, hiszen ugye májusban volt megrendezve a Portugál Open, ott szerencsére U19-ben 3. helyezést zártam, és most fejeztük be ugye Ausztriában a bajnokságot, és ott is 3. helyen sikerült zárnunk. Tölgyes Dorottya egyelőre könnyített edzéseket végez, és bízik abban, hogy ott lehet majd 1 hónap múlva horvátországi ifjúsági Európa-bajnokságon.